koszorúztak, megemlékezés az összetartozás napján. Vastag béldaganat szűrés, fontos a korai felismerés. Csobbanj az egészségedért, ingyenes programok a strandon. Jó estét kívánok! Június 5-e van, az aktuálist látják. Jönnek a részletek. A trianoni békediktátum 99. évfordulóján megemlékezést tartottak Gyöngyösön. A Nemzeti Összetartozás napján a Hanis Imre téren álló országzászlónál beszédet mondott Hajagos József történelemtanár, valamint Balogh Gyula kanonok megáldotta a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete által készített nemzeti zászlót. A megemlékezésen műsort adtak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert középiskola diákjai. 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az országgyűlés június 4-ét Trianon emléknapját. Erről emlékezett meg Gyöngyös városa a Hanis Imre téren álló országzászlónál, ahol ünnepi beszédet mondott Hajagos József, a Berzenagy János Gimnázium történelem tanára. Beszédében kiemelte, ez az esemény számít a 20. század Magyarország legnagyobb traumájának, amit a jelen generációnak is ismernie, valamint tisztelnie kell. Magyarok nem csak itt vagyunk ebbe a szűk környezetbe, vagyunk még környező országokban, és szerte szétszóródva a világon, és közös nyelvünk, ugye kultúránk rengeteg értéket ugye teremtett, és bízunk benne, hogy a jelen nemzedék is erőt merít ebből, és ezeket az értékeket még sok-sok időn keresztül, hát legyen ezer, vagy tovább nem gondolok én ebben a pillanatban, de ápolni fogják, erősítik ezt a sokat szenvedett magyar nemzetet, még a későbbiekben is. A beszédet követően Balogh Gyula kanonok megáldotta a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete által készített nemzeti zászlót, ami az eredeti emlékművön lobogó másolata. Ennek kapcsán a kanonok elmondta, ebben a zászlóban benne van a magyarság múltja és jövője is. Ebben benne van egész múltunk, küzdelemmel, háborúval, örömével, szenvedésével, benne lehet a jelenünk is. Amennyire tisztelettel vesszük körül és tekintünk fel erre a zászlóra, az egész történetünk benne van, és üzenetértékű lehet a jövőnk számára is, hogy mi ragaszkodunk mindazokhoz az értékekhez, akik ezen zászló alatt élik a történelem útját, és én azt gondolom, akkor a fiatalok is megérzik, hogy mi az, hogy hazaszeretet. Mert nem lehet feledni címmel, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert középiskola diákjai adtak ünnepi műsort. Ezt követően az emlékezők elhelyezték koszorúikat az országzászló emlékműnél. Alig egy év elteltével felmondott Ábri Zoltán, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. Tavaly kinevezett ügyvezetője. Az okokról és arról, hogyan működik tovább az intézmény, a város vezetőivel beszélgettünk. Épp csak túl voltak a bornapok értékelésén, amikor mindenkit váratlanul ért a bejelentés. Lemond Ábri Zoltán, a Művelődési Központ tavaly kinevezett igazgatója. Személye új lendületet és irányt adott az intézménynek, de az is tagadhatatlan, hogy az elmúlt időszak nem volt konfliktusmentes, mondják a város vezetői. Ő is egy dinamikus, teljesen új stílusba, elképzelésekkel vágott neki, voltak konfliktusai házon belül, a kulturális művészeti szakmával, civil szervezetekkel, tehát nem volt ellentmondás nélküli a tevékenysége, de sok jó dolog elindítója is volt. Tehát nagyon-nagyon vegyes a kép. Hát nem jókor, mert pont egy nyári programsorozat előtt vagyunk. Most majd az átadás átvitelét csinálunk egy leltát, hogy hogy állunk, mi van, hogy van előkészítésre. Előkészítve ez mondja majd meg, hogy gyakorlatilag esetleg volt-e mások a neki, vagy mi sejtünk-e másokat. A Jobbik azt kifogásolta, hogy tavaly gyorsan zajlott a kiválasztás, kinevezés folyamata, nem volt igazi versenyhelyzet. Nem támogattuk, és nem a személyt nem támogattuk, hanem az, hogy ilyen módon legyen, és nem pályáztatás útján ugye a Kft. Ügyvezetőjének a személye megnevezve, hanem az volt a legfontosabb szerintem, hogy ő neki nem volt ideje kiteljesülni. Tehát gyakorlatilag egy év pont arra volt elég, hogy belenyúlt a mélykasba, és elég sok személyi változás is történt ugye az intézményen belül, illetve kereste a helyét szerintem. Tatár László azt mondja, a dinamikus vezetés látható irányt adott az intézménynek, és hosszú távon ők is ezt szeretnék látni, így ennek szellemében támogatták az új vezető kiválasztását.
Sok minden olyan elvárás az idő rövidsége miatt nem teljesülhetett. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kell a személyre vetni, hogy azok a dolgok, amit esetleg a programjában ígért, nem valósultak meg, mert nem tudta végigvinni. De szerintem, ha egy új pályáztatási rendszerben hasonló típusú mentalitású, gondolkodású jelöltet fogunk látni, én a magam részéről akkor is az ilyen típusú jelöltet fogom támogatni, mert szükség van a megújulásra. Az új vezetői pályázatot várhatóan hamarosan kírják, a döntés azonban már minden bizonnyal az ősszel megalakuló új testület feladata lesz. Addig Nagy Andrea, az intézmény korábbi igazgató helyettese lesz a megbízott vezető. Arról is szó esett a műsorban, hogy egy technikai hiba miatt kimaradtak az idei támogatási keretből a költségvetés tárgyalásakor a helyi művészeti csoportok. De egy mostani döntéssel orvosolták ezt a problémát, és 5,3 millió forintot osztanak szét közöttük. A daganatos megbetegedések számát tekintve a vastagbéldaganatok a második helyen állnak. Ezek korai stádiumban kiszűrhetők, és szinte teljes gyógyulás érhető el. Most egy vastagbéldaganat szűrési programnak köszönhetően országosan 2000 praxis 50-70 év közötti páciensei vehetnek részt szűrésen. A program célja a megbetegedés felismerése és a halálozási arány csökkentése. Aláírás ellenében tudjuk ki. Ilyen ebbe a két fiolába. Ilyen szűréshez szükséges csomagot, úgynevezett kitteket kapnak azok, akik részt vesznek a 2018-ban indult vastagbéldaganat szűrési programban, mutatja Gombos Margit házi orvos, akinek a körzete egyike annak a 2000 praxisnak, akik részt vesznek a szűrési programban. 50-70 éves közötti korosztályt értesítenek ki. A szűrőprogramnak három pillére van, a házi orvosi rendszer, a székletvérvizsgálatot végző központi laboratórium és az endoszkópos laborok. A páciens részletes felvilágosítást kap, hogyan kell elvégezni a mintavételt, amit díjmentesen feladhat postán. Országosan 300 ezer ember szűrését teszi lehetővé ez a program, de később szeretnék kiterjeszteni az egész országra, tette hozzá a doktornő, aki azt mondja, nagyon fontos ez a szűrés. A rosszindulatúvá fajulás meg tudjuk előzni, ha polip vagy adenoma formájában az endoszkópos labor kiszűri a betegeket, ezt eltávolítják, ezáltal szinte teljes gyógyulás érhető el, tehát ez a jelentősége, és jelentősen csökkenthető a megbetegedés, a halálozási arány. Ebben a háziorvosi körzetben az 50-70 éves korosztály 30%-a jelentkezett már szűrésre, közel 200 páciens vitte el a mintavételi csomagot, és már 9 beteget ki is szűrtek, ami jelentős szám a szakember szerint. Ezért fontos lenne, hogy minél többen érdeklődjenek, hogy a betegség rosszindulatúvá fajulását meg tudják akadályozni. Immunrendszerünk 70-80%-a a bélnyálkahártyában helyezkedik el, immunológiai állapotunkat határozza meg, hogy mi megy végbe a béltraktusba, magyarázza a doktornő. Egészségünk érdekében fontos lenne, hogy kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasszunk, több rostdús táplálékot, sok gyümölcsöt, zöldséget tegyünk és rendszeresen mozogjunk. A szűrőprogram június végéig tart. Ismét a nagyrédei kastély óvodába látogatott az Ovi Kert program. A 8 éve létrehozott programban a gyerekek megtanulhatják a kertészkedés fontosságát, ezáltal a helyes táplálkozás alapjait. A legkisebbek most paradicsomot, paprikát és háromféle tököt ültethettek az óvoda kis kertjébe. Két pici kis ujjat közébe teszed ide a palántát, így, megfordítok fejjel lefelé, és meg kell nyomkodni a poharat. Éppen a palánta helyes kivételét mutatja be a gyerekeknek Stiller Tamás, az Ovi Kert program kitalálója. A 8 éve létrehozott program idén már 24 település 30 óvodájába tanítja meg a gyerekeket a helyes táplálkozásra, valamint a kertészkedés fontosságára. Pont itt volt úgy az első megnyitó, és egyébként az Ovi Kert programnak a Nadédei Oviban, és hát itt is folytatjuk nyilván továbbiabban azt a tevékenységet, hogy a gyerekeket ugye a kertészkedésen keresztül szeretnénk bevezetni ugye az egészséges táplálkozásba, hogy magát a zöldségfogyasztást azt így ezen keresztül el tudják fogadni. Magyarul, hogyha látják a folyamatot elejétől a végéig, ők ültetik be, felnevelik, egy kis közösségi munkában nevelgetik, és a végén meg hát megesszük akkor nyilván a paradicsot, meg a paprikát róla, akkor ilyentől kezdve már valószínűleg a zöldség azért nem egy olyan dolog, ami ki kell piszkálni a tányérról, hanem már mondhatjuk azt, hogy barátjuk lett. A nagyrédei óvoda számára is nagyon fontos, hogy a gyerekek már ilyen fiatalon megismerkedjenek a zöldségnevelés minden hasznos pillanatával.
Ebben a kis gyakorlókertben itt a gyerekek elültetik, gondozzák egész nyári szünet alatt a kis palántákat, és nagyon szeretik is a zöldségeket elfogyasztani. Amikor nem figyelünk oda, akkor bizony csipegetnek is, akár a koktélparadicsomból, akár a paprikából. Így frissen, mindenféle vegyszer nélkül fogyaszthatják, sőt, a konyhán még felhasználásra is kerül ez a zöldség. A gyerekek most paradicsomot, paprikát és háromféle tököt ültettek az óvoda kertjébe, ahol az ültetés lépéseit is ügyesen megtanulták. Asszunk egy gödjöt, így megfogjuk és megfagyítjuk, egy kicsit megtapogatjuk a pohajat, fejhúzzuk, és akkor így bejárjuk a fejbe, megfogjuk, visszatemetjük. És utána mit kell még vele csinálni? Megjacolni. A nagyrédei óvisok szerencsére sokat találkoznak a zöldségültetéssel otthon is. Most ültettünk hagyma, ültettünk még répát, retket, uborkát. A gyerekek az ültetés után a jó termés reményében közösen meglocsolták az elültetett palántákat. Csobbany az egészségedért címmel tartanak kétnapos rendezvényt a Gyöngyösi strandon. Az esemény célja, hogy a résztvevőket játékos formában ismertessék meg az egészséges életmóddal. Az egészségmegőrzés érdekében egészségnapot is tartanak a Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezete segítségével, így különböző szűréseken és felméréseken lehet részt venni. Ezek a gyerekek már csobbannak az egészségért. A két napon át tartó program legfontosabb célja, hogy a résztvevők körében játékos formában népszerűsítsék az egészséges életmódot. Erre is szolgál a strandon felállított vízipark. Aminek nagyon fontos, a mozgás öröme is meg kell, hogy legyen, mert ez egyfajta prevenció is, tehát ugye akkor egészséges az ember, hogyha már a megelőzésről is gondolkozik, és ezért tesz is valamit, tehát magyarul mozog. Mi most ezt a felületet, ezt a vízifelületet próbáljuk felhasználni arra, hogy minél többen tudjanak mozogni, és minél változatosabb körülmények között. Hát van itt egy kis vízi akadálypark, lehet szörfdeszkázni, lehet banánozni. A rendezvényre kitelepült a Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezete is, akiknél különböző szűréseken lehet részt venni. A mi részünknél kérdések vannak, és különböző ajándékokat lehet érte kapni, vérnyomást is mérünk. Egy asztallal később vércukormérés van, koleszterin szintmérés van, nem sokára lesznek különböző kardiószűréseink is, illetve lehet egészséges életmóddal kapcsolatos információkat kapni, valamint limonádét. A fiatalok számára fontos az egészséges életmód, ezért az itt tanultakat igyekeznek a mindennapokban is alkalmazni. Nyilván több gyümölcsöt, zöldséget enni, egészséges ételeket, és hát sokat sportolni, meg ha szabad időnk van rá. Természetesen a móka sem maradhat el, így a gyerekek mindent kipróbáltak. Igazából mindent, ezt a ilyen gumi akadálypályát megpróbáltam ráugrani arra ilyen billegő, hát ilyen banánformájú, nem tudom mire, de lecsúsztam róla elég gyorsan. De igazából mindent kipróbáltunk, és nagyon tetszik. A rendezvény holnap is tart, így aki még szeretne részt venni az ingyenes programon, annak előzetesen regisztrálnia kell a Strand pénztáránál. Újra nemzetközi kempó versenyt rendeztek Gyöngyösen a Dr. Fejes András sportcsarnokban. A kempósokat nem csak a versenyen történő jó eredmény elérése motiválta, hanem az esemény kiemeltsége miatt a világbajnokságra történő kijutásra szükséges pontszerzés lehetősége is, tudtuk meg Kárászi Balázs főszervezőtől. A Magyar Összkempó Szövetségnek tulajdonképpen a pontszerző versenye. Ez azt jelenti, hogy az itt versenyzők, illetve az itt jelenlévő versenyzők, akik mester kategóriába indulnak, pontokat szereznek, és a pontok alapján, amit majd évvégén összesítünk, a jövő évi világbajnokságra fognak tudni tulajdonképpen kikerülni válogatottként. Nyílt versenyrészben, tehát azon túl, hogy pontszerző versenyje a kempósainknak, bárki nevezhet, és ezért szeretnénk egy olyan, gyakorlatilag egy harcművészet kedvelőknek, vagy küzdősport kedvelőknek egy olyan bajnokságot létrehozni, ahol mindenki megtalálja a számítását, a tudásához mérten tud versenyezni a lehető legbiztonságosabb keretek között. Talán kevesen tudják, hogy a kempó szó jelentése magyarra fordítva annyit tesz, az ököl útja. Ami vélhetően Lehotai Péternek is tetszett, és immár negyedik éve űzi ezt a sportágat. Küzdelmi versenyszámokra várok. Milyen esélyekkel, mennyire kellett felkészülni mai napra? Hát keményen kellett fogyasztanom, hogy benne legyek a súlycsoportomban.
és sokat edzettem. Egyébként miért szereted ezt a sportot? Mióta kezdted ezt űzni, és van-e valami komolyabb céljaid? Most lesz szeptemberben, hogy 4 évet csinálom. Hát komolyabb nemzetközi versenyekre szeretnék menni. Van már jó eredményed? Valami? Van, igen. Hát több országos első helyezett küzdelmi számokból. Meg a tavalyi decemberi világbajnokságra egy harmadik helyezés. Az eseményen résztvevő 3 ország 44 klubi és 200 versenyzői közül Péternek 2 arany és 1 ezüstérem jutott. A gyöngyösi sportkör 9 arany, 10 ezüst és 7 bronzéremmel gazdagodott összességében. Élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességet kapnak a legalább 4 gyermeket szült vagy örökbefogadott édesanyák munkával szerzett jövedelmeik után. Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, azaz az EVA és a reklámadó is. Nő az egészségügyi szolgáltatási járulék összege, jelentősen drágulhat a cigaretta, többek között ezt tartalmazza a jövő évi adócsomag tervezete. Évek óta nem látott fordulat történt idén a lakáspiacon. Január és május között idén több ingatlant hirdettek meg eladásra, mint 1 évvel ezelőtt. Szemben a korábbi évekkel, amikor az élénkülő kereslet mellett egyre kevesebb eladó ingatlan jelent meg a kínálatban. A kínálatbővülés egyik magyarázata, hogy sokan a csak júliusi bővítése, a babaváró támogatás bevezetése előtt már megkezdték az eladást. Most jönnek a mai nap legfontosabb helyi hírei, még egyszer röviden. Megemlékezést tartottak és zászlót avattak az összetartozás napján. Vastag béldaganat szűrés, fontos a korai felismerés. Csobbanj az egészségedért ingyenes programok a strandon még holnap is. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, holnap is várom majd Önöket a szokott időpontban, addig olvassák el híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon is. Minden jót, a viszontlátásra!